Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Control sorozata. Nem tudom, hogy végigjátsszuk ezt a játékot, de szerintem mindenképp megéri belelendülni, mert olyan misztikus, ilyen furcsa dolgokkal teli játékról van szó. Egyszer már nekimentem, nem vittem akkor végig, de most viszont megvettem az ilyen Ultimate Edition-t, és gondoltam, egyefene, akkor egyébként nagyon nagy akcióval vettem meg, szóval nagyon boldog vagyok miatta, de hogy egyefene, akkor legyen belőle videó, hát ha megtetszik nektek, illetve megnéztem, hogy van-e hozzá magyarosítás, és volt, juhú! Aki szeretne egyébként játszani a játékkal és magyarosítani, az beírja a Google keresőbe, hogy Control magyarosítás, de illetve, hogyha valaki gondolja, akkor berakom a linket a leírásba, hogyha nem felejtem el. Na vágjunk is hozzá! Minden korábbit, igen, minden töröljék ki. Nem haladtam sem ennyit se a játékkal, csak belenéztem most, hogy jól veszi-e fel meg minden. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. Igyekszem majd az átvezetőknél nem beszélni. Pláne, hogy most magyar felirattal van, most már mindenki tudja élvezni nyugodtan. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room, and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. A hónap dolgozója, a takarító, akit csak hátulról fotózták le, mert arra se vették a fáradtságot, hogy megkérjék, hogy megfurduljon. Milyen hosszú egy nyitó jelenet. Sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. Na itt van a fő karakterünk, vele leszünk. És szépen átvezetőből át is megyünk a játékba. Hello? Na. Meg is jöttünk. Na, és ha most én erre rányomok, akkor... Aha. Levelezés, FPC. Központi irányító iroda. Egyébként az volt kiírva a falra is. Emlékeztető. Bizonyos tárgyak nem megengedtek az irodai területen. A közelmúltbeli eseményei... A tiltott tárgyakra vonatkozó emlékeztető kiadását. Jogosulatlan fegyver, érthető. Személyi hívó. Laptop. Okos óra, okos telefon, okos játékgép. Bármi, ami okos. HB-ceruza. Szóval ide csak hülyék jöhetnek be. Minden tárgy, amely egy jellemző fogalom ikonikus ábrázolása, például gumikacsa, ketchupös üveg. Az iroda által átvizsgált tárgyakat a privát bejáratokon át kell behozni. Ha lát olyan előcsarnoki szemét, aki megszegi ezen irányelveket, kérem azonnal értesítse felettesét. Ha lát egy embert, aki gumikacsával jön be dolgozni, akkor kérem azonnal jelezze. Head of Research Override.
Többféle kitörés van az épületben. És az épület lezárás alatt van. Nagyon jó lezárás egyébként az, amikor halálozán besétálsz a főajtón. Még az ilyen ellenőrző ajtón is simán besétáltunk. Aha. Mi van itt? Hopp, kicsit meglőttem az asztalt. Ezt a pecsétet. Ja, hát ez gondolom a címere ennek a helynek. Igen, itt mit látunk? Hopp. Kiadási összesítés, igazgatási szektor Q2, főbb személyzet, megfigyelés, kihúzva adatközpont, kezdeményezés, építkezés, kihúzva, másodlagosok, irodai felszerelés, takarítási költségek, bla bla bla. A költségbontási táblázat az 5. oldalon, található az 5 éves összehasonlítási táblázat pedig a 9. oldalon. Ez igazán informatív volt. Remélem nagyon sok ilyen, nagyjából ilyen jegyzet lesz, mert akkor egy idő után abba hagyom az olvasásukat. Mi van erre? Ó, hölgyem, kell egy kis mosdózás, gondolom nem. Erre be tudunk menni? Erre be tudtunk menni. Nincs tükör? Milyen fürdőszoba? Ez nem fürdőszoba. Milyen WC az, amikor nincs tükör? Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Aha. Ó, itt is van egy papír. Igyekszek mindent megtalálni. Biztonsági végzés. Biztonsági végzés. Ki van húzva a nagy része, de itt van előttünk. Központ... Ja, nem olvasom fel. Figyelem minden itt dolgozónak. Egy cápa benne, bár biztosítva, felhatalmazva az alap protokoll szerint azonnal lelőni. Sok szerencsét. Egy cápa alapprotokoll alapján azonnal lelőni. Ha egy cápát látsz repülni a szobába, akkor engedélyezett az, hogy lelőd. Erre nem tudunk bemenni ezekbe a helyekbe? Nem úgy néz ki. Ja, ott az ajtó. Mondani akartam, hogy hogy jössz be ide? Mert láttam, így láttam az egészet, mondom, hol az ajtó? De ott az ajtó. Ellenben viszont akkor is vicces, mert hogy... Pláne a sarok... Figyeljetek már! Tehát ott ülsz és dolgozol, és így hátulról így bánnak valaki, és így néz téged. Miért nem így az ablak felé van az asztal? Illetve miért nincs egy üvegajtó itt? De dettó ugyanígy. Ez a mozgás 100%-os korlátozása, de egyébként szerintem ezen a részen sincsen. Ezen sincsen egy se. Itt van ajtó. Nem látom, hogy lenne. Hopsz, meglöktük. Szerintem úgy tervezték meg azt a szobát, hogy valakit beépítettek oda, és te így dolgozol ezentúl, és soha többet nem mész innen sehova. Valahogy meg tudtam nagyítani. Enter. Hello! Mint azt már mindannyian tudjátok, az R4-es jelentések határideje éhét vége. Még mindig sok embertől várjuk őket, amennyiben halasztást kérem, kérelmezzen egy R4-es elnyomtatványt a felettesétől. Ha úgy gondolja, nem kell benyújtani az R4-et, akkor írásos engedélyt kell kérni az osztályvezetőjétől. Bla bla bla. Oké, szerintem menjünk tovább. Ha nagyon szeretnétek az ilyeneket, amiket így fogom, belenézek és igazából átugrom. A hónap dolgozója. Látjátok? Mindenki eltűnt, mert a cápák nagy eséllyel felzabálták őket, de ő itt van, és feltakarítja az egészet. Itt van bármi? Nem látok semmit. Szép napot, jó uram! Füles van a fülén. Füles, de hogy ilyen headset. Hozzá tudunk kérni? Igen. Hát itt vagy. Janitor's assistant. Janitor assistant. Menj a harap felvonóhoz. Egy interjú miatt jöttünk? Szerintem egyébként nem. De lehet. Nekem fogsz dolgozni.
don't hire you. Neither. You are no hell of it. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. Hallotta a gondolatainkat. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Ő lenne az, igen. LOL. Oké, arra, ez nem az. Ja, ez megint egy fürdőszoba. Nem, fürdőszoba. Wait a minute. Előbb itt jöttünk végig, és ezek nem voltak itt. Várjátok, előbb itt jöttünk föl, és elindultam erre. Igen. Clearly erre mentem. De nem... Várjátok. Visszafutok. Figyeljétek. What? Megváltozott mögöttünk a hely. Ez clearly nem így nézett ki. Látjátok, ez tökre nem így néz. Ez tök, innen jöttünk, hát erre kéne a kijáratnak lennie, de nem. Helyette az van, hogy most erre jövünk el, és itt vagyunk. Látjátok, mondtam, hogy jópofa lesz az a játék. Egy pillanat türelmet kérek. Na, itt is vagyok, csak annyit néztem meg. Jó, megyünk fölfele. Csak annyit néztem meg, hogy mennyi ideje veszek föl, mivel egy kamera van, így nem látom. Tehát eltakarja a játék. The first time I saw behind the poster, they told me I imagined it. Benéztél a poszter mögé. Will you help? Próbálta lehúzni a posztert, tehát átmegyek, segítek én neki lehúzni a posztert. Ezen nem újjon a dolog. Ha ennyire az agyára megy ez a poszter. Egy újabb átvezetőnk van? Jaj, most van ez az ilyen eleinte ez a kredit jelenet. Hát jó van, hát legyen. Legyen. Tud. Miről beszéljek közben egyébként? Figyeljetek, ha már itt vagyunk egy ilyen, úgymond ilyen semmilyen jelenet, nem jelen, semmilyen jelenetnél, hanem ilyen átvezetős, nem olyan odafigyelős jelenetnél, akkor beszélgessünk arról, hogyha tetszik a videó, dobjatok egy lájkot. Illetve írjátok meg a véleményeteket a játékról, ha már láttátok, akkor arról. Ha még nem láttátok, akkor meg az első benyomásokról. Control! Ja. Míg a liften felmentünk, addig fejbe ez történt. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Miért ilyen pixeles ez a kép? Várjatok. Mivel úgyse látom azért az órámat, ezért ezt visszakapcsoljuk. Most jó. Mindegy. Ne akadjunk ki rajta. A szegény nélküli állapotban pixeles volt a kép. Ez micsoda? Random kar, amit meghúzunk. Push down to unlock. Nyomd le, hogy... Kinyisd. Oké, nem fog kinyílni. Erre be tudunk menni? Tetszik egyébként, hogy ilyen Jedi erővel nyitjuk az ajtót. Ez micsoda? Emlékeztető rá, bármilyen nyilvános anyag elkészítése, amennyiben bármiféle olyan értesítést fogalmaz meg, mely Willem Aev halálával kapcsolatos, kérem tartsa be a következő irányelveket. Használandó szavak kifejezése. Hazája szolgálatában. Sajnálat, büszkeség, nem feledjük. Kerülendő szavak kifejezések. Alaszka, olló, vér, vérzés, veszteség, elnézést, bocsánat. Oké. Szóval akkor ezentúl mi ezt kerüljük, hogyha róla van szó. Nincs itt semmi több, ahogy nézem. Na, hát menjünk tovább. Megnézzük ezt a helyet is. Itt sincs semmi. Itt sincs semmi. Hát akkor figyeljetek. Ott van valami. Oké, ezt akkor. Jött a következő papírunk. Ne zavarjanak. Trench írta. Ne zavarjanak. Barbara, ne zavarjanak.
Mondja le az összes mai megbeszélésemet az egész hétre. Nem bízom bennük, Barbara. Egyikükben sem. Egy pillanatra azt hittem, hogy nem bízok bennük, barbárok. Te nem. Vizsgált ki az igazgató iroda zaját. Először szobáját akartam olvasni. Gyerünk be. Ja, most volt a lövés. Aha. Szóval, amit hallottunk, az a lövés volt. Kaszkatúj. Igen, mi sem jobb döntés, még felvenni a pisztolyt azonnal, amivel főbelőtte magát. Csak az igazgató kezelheti a fegyvert. Kard szándékosan maradt üres. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is of course a prime example of an OOP. Kivel nézzük? Hey, dude. Jó a műsor, mi? Egy balra csávot látjátok? Nem is foglalkozik velem. Képzeljétek már azt az interjút, hogy leültök, egy pisztolyt szegeznek a fejetekhez, és ha nem vesznek föl, akkor főbelőnek. Ez kb. Így néz ki. Hol vagyok? Arra én is kíváncsi vagyok. Kövesd a tanács utasításait az asztrális sík kihívás teljesítéséhez. Rágógumi, Polaroid. Ebből mind semmi. Az mondatok. Nem ugrasz nagyot, hölgyemény. Viszont fel tudsz kapaszkodni, örülök neki. Ah, jó, és el tudod kapni, hogyha leesünk. Jajjaj! Te mi vagy? Közelharc. Wow! Bum! Ezt nem tudom más gombbal csinálni. Ezt én nem V-vel csinálnám, az baj. Várjatok. Ezt én nem V-vel szeretném csinálni. Hol van? V. A pajzs mondjuk ez. Kitérés, az meg ez. Kilövés. Jó, akkor a V-vel fogom csinálni, nincs több gombom az egeren. Akkor V-10. Itt egy pisztoly. Ugyanaz a fegyver. Egy revolver, tetszik. Jöjjön. Szeretem a revolvereket. Ez még mozog is, meg beszél is, meg öntudata van. Ezek a nem betöltött grafikák azért... Nye. Most miért? Azok még azok a pontok ott? Ez, vagy így néz ki a betöltött grafikája vajon? Csak nem. Szolgálati fegyver lövése. Én céloznék is vele közben. Oh yeah! Ja, itt nem kell újra tölteni, már nyomtkodtam az R betűt. Az R betű átváltja a két oldalt, hogy merre nézel. Itt... Ezek szerintem valami cuccok, amiket én fel tudok majd gyűjteni egy idő után. Ellenfelek? Ellenfél! Számít vajon a headshot? Na, így neked a Jedi erőmmel. Ez jó játék, ez tetszett már a múltkori alkalommal, és nem is tudom miért nem játszottam végig. Na, lövöldöznek. Úgy. Jó, azt hiszem nem találtak el. Még valaki? Itt van egy csík. Gondolom ezzel visszatérünk. Te kezeled, mi kezeljük a fegyvert. Meg téged. Gratulálnak, én vagyok az igazgató. Képzeljétek el. Mentek egy állási interjúra. Bocsánat, nem beszélek. Mentek egy állási interjúra. Egy másik csávó pozícióját elfoglalni. Akit főbelőnek. És úgy rúgják ki. És ez a fegyver. Ilyen.
I'm happy. Happy to be here. Én is happy vagyok, de szerintem ez nincs betöltve ez a föld rendesen. Na, viszont megvan a pisztolyunk. Tudom, hogy van-e itt bármi, amit még így érdekes lehet megnézni. Ez sincs clearly betöltve. Nem, itt a grafikai dolgok azok nem nagyon akarnak megvalósulni, én úgy érzem. Várjátok egy pillanatot, megnézzünk egy valamit. Lehetséges, hogy emiatt nincsenek betöltve. Akkor várjatok, csinálunk egy olyat. Lehet, hogy az Ultra az nem... Hopp, nem ez, nem az. Lehet az Ultra az nem az én gépemnek való. Hát most kijavította az itten lévő hibákat. Ja, most jó. Most kijavította az itten lévő hibákat. Lehet az Ultra az ilyen 4K-nak a izéje, és nem volt elég... memória... Oh! Bocs, csak köhögni tudok. Most vetted észre? Ó, ez egy valódi színésznő. Jó, nem hagyhatjuk megtörténni, akkor csak engedjed, hogy irányítsak és főbe lövök mindenkit. Te? Köszönöm. Ó, igen! Azt mondta, ezzel tudok dashelni, mégsem tudok dashelni. Újra töltés. Nem baj, meglőtte hátulról, kerülgetjük. Hoppá! Te is! Tárgyak megnyitása. Biztonsági szint. Küldetések. Begyűjthetők. Új dolgaink lettek? Trench igazgató fényképe. Ha nem lenne amúgy a feje kirakva mindenhova az irodában, akkor itt egy fotó róla. Ügyakták. Szolgálati fegyver. Elszigetelési eljárás. Nem szükséges. Egyedi eljárás. Ja, nem szükséges. Egyedi eljárás. Oké. Okay. A tárgy alakja változó. Kötődés után a tárgy alkalmas a para használat. Tárgy csak olyan egyénekhez köthető, akik az szerepkört látják el, az igazgató szerepkörét, ezt már tudjuk. A tárgy határozza meg, hogy ki az igazgató. Elutasítás esetén a kérvényező megszűnik. Ezt a folyamatot a szabályozza, bár a kritériumok nem ismertek. Nem tudom, mi lehet. Háttér, a tárgyat a leggöregebb házban fedezték fel, abban a szobában, mely jelenleg az igazgató irodája. Ó, szóval az a legöregebb szoba. A népszerű feltevés szerint számos formát öltött a történelem során, Mjolnir, Excalibur, Varunastra, mindegyik fegyver, mely gazdáikat. Mely védelmezte feltételezem a gazdáikat, de az is lehet, hogy megölte őket igazából. Tudjátok, egy életen át tartó kapcsolat csak azzal végződik, hogy leszúr vagy főbelő. Ha a hatalom tárgyai a kollektív tudatalattin alapuló erő konvergenciája, ez lehet azon esemény eredeti manifestációja, ebben az esetben, lásd Dr. Darling prezentációját további részletekhez. Szerintem láttuk. Oké, mi van még? Multimédia. Hatalomtárgy. Szerintem ezt láttuk. De, ezt láttuk. Oké, kellett egy kis idő. Ezek meg megszűntek létezni. Kivéve ez a paca itt. Meg az a paca itt. Miért maradtok itt? Miért? Na mindegy, szerintem erre kell mennünk. Erre itt. Central... Nem erre kell mennünk. Central Execution. Központi végrehajtóhely. Nem, ide jövünk be. Nem ide jövünk be. De várjatok, itt megváltozott a kép. Itt megint változik a dolog. És megint ilyen ízésem van betöltve. Igazából akkor szerintem visszarakhatom. Szerintem visszarakhatom ultrára a textúra felbontást, mert amúgy nem nagyon akarja megtartani a minőséget. Mivel kikapcsoljuk az MSA-t? Hát ha akkor így... Hát ez nem segített. Ah, baj. Szeretem, amikor a játék jól működik. Na mindegy, figyeljetek. Nem max grafikán játszunk, hanem a max grafikának a lebutatott verzióján. Forró drót.
Oké, okay, meghalt. Ott vannak még. Jó, is meghalt. Igen, a headshot az számít. Jó, eddig egész jók vagyunk. Szerintem még egyszer nem találtak el. Hopp. Eddig voltunk jólok, ameddig meg nem szólaltam, hogy nagyon jók vagyunk. Egyébként nagyon jó a játékban az, hogy mennyire rombolható a környezet. Ezt ha megnézitek, például ebbe belelőttünk, és akkor itt az egész üvegnek egy része eltűnt. Amikor meglövjük ezt, akkor itt elhullik minden. És akkor ezt lehetne real-time ray tracing-gel is csinálni. Lebegő pontos számításra, vagy... Nem. Real-time valós idejű fénycsóvák számítása? Talán valahogy így nem tudom, nem jut eszembe a hivatalos neve. Ezek a csávók itt eléggé repkednek. Lehet, hogy nem lövöm meg őket. Nem szeretném feltétlenül kinyírni azokat, akik esetleg még nincsenek átalakulva. Itt van ez a nagyon szépen elkészített páncélszekrény. Valaki bent? Ó, itt lebegnek emberek, vagy lebeg egy ember még. És akkor van itt egy papír. Évi nyomozók. Központi író... Ja, azt nem kell kiolvasni. Csak a Marshall számára. Marshall! Megnéztük a feltételezett AVE Duluthban. Nem volt semmi, mint az egyel korábbi háztűz, és az előtti ruhaszárító meghibásodását. Ruhaszárító? A csapatom kezdi unni ezt a baromságot. Jobb módot kell találnunk, hogy kiszűrjük a kamu Évit. Évi. Évinek fogom ezen túl nevezni. Lehet, hogy nem így kell kiejteni, valamiért Évinek kezdtem el nevezni. Éva! Évinek nevezem, az ilyen lényeg. Nincs is itthon egyébként. Mindegy. Vagy cserélgetni kell a terepügynököket egy kicsit. Egyébként Charmon Ranch-re tartunk, ami a listán következő reményük, ott kissé élénkebb lesz. Üdvözlettel, Kenum különleges ügynök. Na hát, szerintem ezek az Évik, ezek az ilyen valamik. Durva cuccok. Azt kitépte a Jedi erejével. Ez laza volt, erre nem fogunk tovább menni szerintem. Jó, akkor erre kimegyünk. Ja, visszacsukódik. Jó, őszintén szólva, ez egy rémálom lenne nekem, egy ilyen helyen dolgozni. Mennyire nincsen saját ilyen nyugodt kis privát szférát, hogy dolgozhass. De még azt is elfogadnám egyébként, hogyha nem tudom, ilyen válaszfalak lennének csak. Tehát, hogy legalább azok. Megjegyzem egyébként, nem tudom, észrevettétek, hogy nem nagyon vannak ilyen high-tech dolgok. Itt látjátok, tehát ilyen nyomkodós gép van még. A vacsora foglalás este 19 óra a Chez Ambréban. A feleséggel ott találkozik, ne késsen. A virág az előtér recepción várja. Ne feledjen, most lesz 46. Amikor emlékezteted a munkásodat, hogy a feleségével egy ilyen vacsora foglalása van, hogy most lesz 46 éves, és vettetek neki egy virágot, hogy elvigye majd. Az milyen már? Az jóformán? Hogyan nevezik? Aj, nem tudom, magyarul nem jut eszembe. Mindegy, munkahely ilyen tök jó izékkel, pluszokkal. Mint a társadalombiztosítás, csak itt nem ilyen kapcsolatbiztosítás. Központi igazgatóság. Igazgatás. Az ellenségünk, mi van itt? Látogatói értékelések. Kezdje a következővel. Üdvözöljük a központi irányítóirodában, melyet 1964-ben alapítottak a kormányzati kapcsolatok erősítésére irányuló erőfeszítéseként. Büszkén szolgáljuk az Egyesült Államokat és annak lakosait, miközben törekszünk átláthatóságra és kiválóságra, nagyra becsült nemzetünk infrastruktúrájának minden területén. Ha nem mennek el, tegyék fel a következő kérdéseket. Valaki ez látogatóba jött? Ön New Yorki lakos, vagy csak látogató? Hogy talált rá erre a helyre? Kezdem azt hinni egyébként, hogy ide csak úgy valaki nem jön be.
Ha válaszai kielégítően ártalmatlanok, illetve azt is, hogy amúgy valahogy az emberek itt amnéziában szenvednek az itt tartott tárgyak meg a történések miatt. Egyébként ez a játék nagyon SCP-re hasonlító, csak egy picit más gameplay-jel. Magyarázzák el, hogy ez a biztosított szövetségi épület, és el kell azt hagyniuk. Ha a válaszaik kielégítően ártalmatlanok... Aha! Ha a válaszaik... hazugságnak tűnnek, kísérjük őket egy privát szobába, ott végezzék el a Gunnar's pszichológiai értékelést, ha a válaszaik a megengedett eltérési értéken belül vannak, lásd mellékelt pontozási lapot, akkor azonnal lőjék főbe. Ne feledjék, nincs olyan, hogy túl gyanús. Tetszik ez a hozzáállás. Eltűnt a szöveg. Jó, lényeg arról beszél, hogy a fejében belemászik ez a dolog, ez a hang, amit hallunk. Városi legendák. A városi legendák véletlenül hatással vannak a megváltozott anyagok létrejöttére, de a megváltozott világesemény jellemzőit is meghatározhatják. A városi legendák Jungi archetípusok modern evolúciójaként foghatók fel. Felismertünk bizonyos valami, amiről a saját valami informált és a médiánk népszerűsítette. Továbbá bizonyítjuk, hogy a városi legendák lehet mesterségesen valami népszerű kultúrákban a valami használatával. Az irodai által készített analógia televíziós program, amint a maga ellen el van vetve, az emberi képzelőerő felfokozza a részleteket. Mi van? Amint a maga el van vetve. Azt hiszem maga el van vetve. Elvetik az embereket. Főbe lövik, aztán elvetik őket a földbe. Bizonyos paranormális események a népszerűsített folklór egyértelmű elemeit tartalmazzák. Az évik, amelyek csak fordulnak elő, egy pár olló, megint az olló, mely felemészti az emberi két lyukon át a... Lehet, azt nem akarjuk tudni, mi van odaírva, mindegy. Ezen részletek oly sokat elméjébe élnek, hogy hiten keresztül erősödnek. Ó, szóval, ha hiszel benne, még erősebb. Én hiszek a tündérekben. A városi legendák nem csak mesék gyerekeknek, ezen paratermészetű valóságok a megtörténésre várnak. A teljes jelentés aktája. Szám. Hú, sok a szöveg, de viszont ez... Elég nagy lória van a játéknak. Ott van még egy valamilyen papíros. Nem szeret... Ja nem, ez nem. Ezt kapcsolt ki azonnal, mert hogyha lecsapja a YouTube a videómat miatta, akkor nagyon mérges leszek. Csata. Leugrottam. Igen, ez csata. És ő valami kőkemény csávó. Le tudsz googolni? Le tudsz googolni. Au, meglőttek. Gránát! Hopp, oké, okay, azt hittem valamit felém dobtak, de nem az ilyen kulcs volt. Ezt mindjárt elintézzük, hol a másik? Jó, nem állunk túl jól. Nem áll fényesen a szének. Meghalt. Ez közel volt. Itt van egy nagy háromszög. Fertőzött. Oké, szerintem írtsuk ki ezt a valamit. Ezt tisztítsuk ki. Ó, és még az épület maga is elkezd helyreállni. Erre nem emlékeztem. De ez tetszik, mert így legalább látszódik, hogy értelmes épület formája van. Szent valami. Megcsináltad. Mi ez a hang? Onnan jön a hang. Vannak élő emberek ott. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor nézzétek meg a következő részt. És ha ez tetszett, dobjatok egy lájkot. Sziasztok!